Összességében mintegy 18,5 millió hektoliterre csökkent az első 9 hónapban elfogyasztott ásványvíz és üdítőital mennyiség. Erről is hallhatnak részleteket mai adásunkban, előbb azonban nézzük a további témákat. Köszöntöm Önöket! Fejlesztés a Nyírbátori körzetben, 104 sikeres top, 97 magyar falu pályázat a térség 33 településén. Fejlesztések, látványtárral bővült a múzeumfalu kínálata. Egészségtudatosság, kevesebb ízesített vizet és több gyümölcslevet fogyasztottunk idén. Kihasználták a hatos számú választókerület települései a Magyar Falu, valamint a terület és településfejlesztési operatív program adta pályázati lehetőségeket. Előbbire 97, utóbbira pedig 104 sikeres pályázatot nyújtottak be az önkormányzatok, egyházak és civil szervezetek. A közösség építésen túl nagy hangsúlyt kaptak az útfelújítások, az oktatási intézmények és más életminőségjavulást célzó fejlesztések. Számos munkahelyteremtő beruházás is megvalósult, amelyek jövőre a versenyképes Magyarországért programban folytatódnak. Ezekről a fejlesztésekről Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője beszélt. Olyan fejlesztési programok indultak az országban, Magyarországon, de nem különben pedig a Nyírbátori választókerületben, amire évtizedek óta nem volt példa. Itt elsősorban gondolok a területfejlesztési operatív program lépéseire, fejlesztéseire. Ugye 2016 tájékán nyújtották be az önkormányzatok a pályázatokat, inkább 2017-ben. Akkor kezdődött ez a munka. 104 sikeres pályázat eredményeként olyan fejlesztések valósulhattak meg a térség 33 településén, amiről a polgármestereink véleményét idézném, csak álmodni mertünk. Iskolák újultak meg, óvodák, bölcsődék épültek, csapadékvíz elvezetők létesültek, fogorvosi, illetve orvosi rendelők épültek, védőnői szolgálatok kaptak új helyet, szociális központok létesültek, úgyhogy ha összességét nézzük, akkor ezen 104 sikeres pályázatból 80-at sikerült eddig megvalósítani, és még 20-24 pályázat várat a jövő évre, ezért még jócskán van teendő a területfejlesztési operatív programmal. Éppen most adtuk át Nagykállóban az inkubátorházat, de folyik az iparterületfejlesztés Nyírbátorban és Nyírbogáton is. Ez a három program 2 milliárdot jegyez, csak a nyírbátori több mint 1,5 milliárd forint. És ez az operatív program, ez bizonyítja azt, hogy a magyar vidéket képes felemelni. Mert hogy az operatív program jóvoltából életminőségbeli javulás lesz kézenfogható, véleményem szerint. Itt gondolok arra 8 új bölcsődére, amit átadtunk. Gondolok itt a 7 óvodára, a 16 iskolára, a 22 csapadékvíz elvezetőre, mert hogy ezek olyan nagy értékű beruházások, amelyek képesek arra, hogy a települések fejlődésének új lendületet adjon. A másik nagyon fontos fejlesztési program a Magyar Falu program. Sokan, főleg az ellenzék, vagy szóra sem méltatja ezen fejlesztési programot, vagy legyint, de én örültem volna annak idején, ha 2010 előtt ennek a tizede valósult meg volna a választókerületben, mert hogy ebben az esztendőben
97 nyertes pályázatot jegyez a 33 településünk, és ezen 97 nyertes pályázat 1,2 milliárd forintot jelent a térség önkormányzatainak, egyházainak és civil szervezeteinek. Ilyen formán én nagyon jelentős fejlesztési programnak tartom a Magyar Falu programot. Ebből óvodák újulhatnak meg, tornaszobák létesülhetnek, temetők, ravatalozók felújítása történik meg, útépítés, illetve felújítás valósul meg. A civil szervezeteink is lehetőséget kaptak a Magyar Falu program keretében. 12 településen kaptak lehetőséget ingatlanvásárlásra, rendezvények tartására. Ilyen formán én egy nagyon sikeres évnek tartom a Magyar Falu program tekintetében ezt az esztendőt. A harmadik lába a fejlesztési lehetőségeinknek a külön kormány döntések, illetve más operatív programbéli támogatások. Itt kiemelnék néhány fejlesztést. A külön kormánydöntés jóvoltából Újfehértón honvédelmi sportközpont létesül. Nyírbátorban nemrég adtunk át egy új óvodát, a római katolikusok jegyezték ezen fejlesztést. Nyírbogáton az iskola jelentős mértékben 800 millió forint jóvoltából megújult. A vészhelyzeti támogatások jóvoltából azon cégek, amelyek problémát jeleztek, foglalkoztatási problémát, azok több 100 millió forint értékű támogatást kaptak, és ezen kívül ebből több tucat cég van a választókerületünkben. Azonban kiemelkedő az a támogatás, amit a kitörési lehetőségként említett Szijjártó Péter miniszter úr, mert hogy a térségünkből is volt több olyan cég, amely a vészhelyzetből győztesen próbál gazdaságilag kijönni, és ezért új fejlesztéseket indítanak. Ilyen egyik cég, amit említenék, a Gloster gyümölcsfeldolgozó cég, konzervgyár, a Mária Pócsi konzervgyár, az MSK Nyírbátorban, Balkányban a fémfeldolgozó üzem, és az Emplénkő Kft. Is kapott lehetőséget ebben a programban. Nem különben pedig a Dél Nyírbátorban és a sícipőket gyártó Technika Ungéria Nagykállóban. A választókerületben gőzerővel folyik az infrastruktúra fejlesztés, és ha a vírushelyzet megengedte volna, akkor pedig azok az emberi erőforrás operatív programbeli pályázatok, amelyek a közösség építését célozták, azok is hatékonyan működtek volna. Jó részét ezen pályázatoknak sikerült lezárni a vírus járvány kezdete előtt, azonban a járvány ezt nagyon félbevágta ezen pályázatokat. Én nagyon remélem, hogy a vészhelyzet múltával lehet ezen közösségépítő EFOP-os pályázatokat tovább folytatni. Itt hármat említenék meg, különben a választókerületben zárójelet nyitnék. Soha ennyi közösségépítő és fejlesztő pályázat még nem volt. Emlékeim szerint mintegy 60 pályázat érkezett több mint 8 milliárd forint értékben. Ebből emelnék ki hármat. Szociális szolgáltatás fejlesztési
pályázat, központonként 500 millió. Ez azt jelenti, ugye, hogy a választókerület települései összefogva szociális szolgáltatás fejlesztése tudtak pályázni. Nagykárló központ 500 millió forintot nyert, itt 8 település növelte a szociális szolgáltatás képességét, míg Pirice központtal és Nyírbogát központtal 10-10 település. És ehhez járult hozzá a Nyírbátori Gyermekesély Program a maga 500 millió forintjával. Tehát ha ezt a négy nagy pályázatot említjük, 4x500 millió, az 2 milliárd forint. Még nagyobb értékű és hatású fejlesztéseket céloztunk meg, mármint ami a következő uniós ciklust jelöli, mert hogy a területfejlesztési operatív program helyett belépő, de különben ugyanazt a célt szolgáló versenyképes Magyarországért nevű operatív program lábait ki kellett alakítani. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumban gőzerővel folyik ezen operatív programok szervezése, és ilyen formán ez a versenyképes Magyarországért operatív programnak a hatásait itt Szabolcs megyében is azon keresztül fogjuk tudni élvezni, hogyha egy olyan stabil és nagy volumenű programot tudunk letenni az asztalra, amivel a megyében új munkahelyek, új intézmények, új olyan fejlesztések valósulnak meg, amelyek az emberek életének mindennapjait javítani fogják. Megfogalmaztunk ernyőprogramokat a választókerületet illetően, itt az alapinfrastruktúra fejlesztésétől kezdve a munkahelyteremtésen át a környezetvédelmig, a turisztikáig bezárólag mindent felül, mindent magába foglal, felül el ez a program, ez az ernyő program, és ilyen formán a területfejlesztési operatív program helyett belépő versenyképes Magyarországért operatív programot jó eséllyel fogjuk tudni kihasználni itt a választókerületben is. A választókerületünk, de különben szerintem a megye legnagyobb agrárberuházása az Újfehértón történik. Egy alma feldolgozó üzem létesül az Agrárminisztérium jóvoltából. 400 gazdálkodónak fog tudni segíteni ez az új üzem. Különben ezt az ígéretet az Agrárkamara, illetve a MAGOSZ tette 2018-ban, azon az emlékezetes alma tüntetésen, Naményban, és ezen ígéret úgymond apró pénzre váltása történik meg ezen beruházással. Itt emlékeim szerint több ezer vagonos hűtőház fog épülni, és egy olyan feldolgozó egység, amely képes lesz arra, hogy olyan minőségű csomagolt almát dobjon piacra nagy tételben, amivel adott esetben még Oroszországban is ütőképesek lehetünk. Ez egy 7,5 milliárd forintos beruházás lesz, és emellett még a választókerületünk másik részén, Nyírbátorban folyik a másik nagy beruházás, az pedig az ipari park fejlesztése. A Nyírbátori Ipari Parkban 4500 ember dolgozik, és ugye közel 1,1 milliárd forint értékben nyert Nyírbátorváros önkormányzata a területfejlesztési operatív programból ipar területfejlesztésre lehetőséget. Azonban
úgy gondolták, hogy újabb lehetőségeket kellene megcélozni ebben a programban. Az elkerülő utat nem csak a koloplasztig építenék meg a 4105-ös főúttól kezdve, hanem elvinnék a 471-es útvonalig, ezért meg kellett emelni az összegét a pályázatnak. Tehát ilyen formán egy egész 5,1 milliárd forint értékű fejlesztés történik a Nyírbátori Ipari Parkban. Itt energetikai fejlesztés fog megvalósulni, 15 megawattos kapacitás kiépítése történik, és autóbuszpályaudvar létesül, és az előbb említett elkerülő út is meg fog épülni. A tavaszi korlátozások után a szabadtéri múzeumok hamarabb megnyithattak, mint a kőmúzeumok. Az évelei programok így is elmaradtak, ahogy a szezonzárásként tervezett Mártonnap is. Ezért az idei látogatószám jóval az előző évek átlaga alatt maradt. A munkák azonban nem álltak le, elkészült többek között egy látványtár, amelyben az eddig raktárban tárolt közel 30 ezer tárgyból láthatnak, csoportosítva különböző típusokat a látogatók az újranyitás követően. A rendezvényeink egy része megvalósult a Sóstói Múzeumfaluban. Május 8-ától nyithattunk ki, a szabadtéri múzeumok hamarabb kinyithattak, mint a kőmúzeumok, és május 8-ától voltunk nyitva gyakorlatilag a október végéig, hiszen a Sóstói Múzeumfalu minden évben április 1-től október végéig tart nyitva és fogad látogatókat. Az év elejére tervezett programjaink elmaradtak, de meg tudtunk tartani jó néhányat, illetve hát a Mártonnap, amit nem tudtunk megtartani, mert addigra már szigorítások következtek be, és a múzeumokat is bezárták, de az augusztus 20-át, a Szent Iványét, pásztorforgatagot tartottunk. Bár ezek a programok évről évre sok látogatót csábítanak a Sóstói Skanzenbe, sokan nyáron is tartottak a vírustól. Emiatt idén jóval alacsonyabb volt a látogatók száma, és észrevehetően átalakult a látogatói szerkezet is. A Sóstói Múzeumfalu látogatottsága ebben az idényben az egy olyan 32-33 ezer fő, még azért nem tudok végleges számokat mondani, mert addig, amíg a múzeumokat lehetett látogatni, jöttek be sétáló jeggyel is, ezeket még nem adtuk hozzá a végleges számokhoz, de körülbelül ez nagyságrendileg 32-33 ezer főt jelent, ami az éves látogatottságot foglalja magában. Az előző évekhez képest ez nyilván visszaesést jelent, mert a múzeumfalunak a korábbi évek látogatói átlagát tekintve egy olyan 61-65 ezer között mozgott a látogatói létszám. Nyilván a pandémiás helyzet miatt nem tudtunk ekkora látogatószámot elérni, mint az elmúlt években, de azt gondolom, hogy a jelen helyzetet figyelembe véve ez is azért egy elég szép szám, hiszen a diákok azok, akik nagyon hiányoztak a mi látogatóink közül, ők a járványügyi helyzet miatt kevésbé látogatták a múzeumfalut, tehát ez azért érzékelhető, hogy ez a csoport, ez kimaradt a látogatóink között, viszont növekedett a családosok száma, akik családdal érkeztek, és nyilván elmaradtak a csoportos, úszos kirándulás résztvevői is. Azt tapasztaltuk, hogy az ország különböző részeiből jöttek nyáron Sóstóra, és minket is meglátogattak, és megnézték a múzeumfalut is, tehát ebben a tekintetben kicsit átalakult a látogatóknak az összetétele a korábbi évekhez viszonyítva. Hozzánk elsősorban belföldre érkezett a túlnyomó többségük, és kevesebb volt a külföldi látogató, mint a korábbi években, és akik külföldről érkeztek, ők is a szomszédos országokból jöttek hozzánk. Ezt onnan tudjuk, hogy
mi kértünk egy irányító számot a látogatóktól, és akkor ennek alapján tudtuk megállapítani és következtetéseket levonni, hogy az ország mely részéből érkeztek, illetve hogy külföldről honnan. Hát elsősorban Szlovákiából, Romániából, Ukrajnából, Kárpátaljáról érkeztek hozzánk, főleg látogatók. A múzeumfalu igazgatója hangsúlyozta, a koronavírus új kihívások elé állította a dolgozókat is. Más feladatoknak kellett eleget tenni nyitvatartási időben, és másoknak akkor, amikor kénytelenek voltak bezárni. Készítettünk új kiállításukat is. Két időszaki kiállítás nyílt az idén. Az egyik Móricz Zsigmond életművéhez kapcsolódik, pontosabban a paraszti témájú novellái közül hármat mutatott be a kiállítás, a Tragédiát, a Hét Krajcát és a Judit és Eszter című novellát. Ez mindegyik más-más korosztályt célzott meg, ez a három novella, és a novellán keresztül mutatta be a kiállítás azt a paraszti életmódot, és szólaltatta meg azokat a gyűjteményünkben lévő tárgyakat, amelyek nem szerepeltek eddig kiállításban, illetve készült egy másik kiállításunk is, egy időszaki kiállítás, amely a festett kazettás templomok mennyezetén megjelenő ornamentikák hogyan kerültek és milyen tárgyakra kerültek rá, amelyet a parasság a hétköznapokban használt, és ez egy nagyon gazdag, szép gyűjteményt sikerült bemutatni, vagy tárgyegyütteseket, mert a vasaló elődjeként használt mángorló díszítésén keresztül ezek a növényi és tulipán és egyéb növényi motivumok megjelennek más tárgyakon is, amelyeket itt bemutattunk, például a viseleten, például fazekas munkákon, és nem is gondolná talán a látogató, hogy mennyi szép tárgyat használtak régen a falusi háztartásokban. Ezen túlmenően pedig elkészült egy látványtár, amelyik látványtárban azokat a tárgyakat mutatjuk be, vagy tekinthetők meg, amelyek igazából eddig raktárakban voltak, hiszen Múzeumfaluban őrzünk 30 ezer néprajzi tárgyat, és ebben az úgynevezett látványtárban be tudjuk engedni a látogatókat, és meg tudják nézni a különféle tájtípusokat, tájcsoportokat nagy mennyiségben, mert hiszen egy raktárban nem egyenként tároljuk a tárgyakat, hanem az azonos típusúakból, például népi gyermekjátékokból nagyon sok tárgyunk van, vagy nagyon sok tárgy kapcsolódik a pásztorkodáshoz, vagy nagyon sok tárgy kapcsolódik a textil készítéshez, feldolgozáshoz, és ezeket ugyanolyan körülmények között mutatjuk be, mint a raktárainkban, ahová persze természetesen látogatót nem tudunk beengedni. A múzeumfaluban elkészült nagy beruházás keretében egy új műtárgyraktár épület, és a 30 ezer tárgyunkat azt összecsomagoltuk a felújítás ideje alatt, és most pedig folyamatban van az új raktár épületben ezeknek a tárgyaknak a szakszerű elhelyezése a raktárainkban. Tehát nagyon sokféle olyan tevékenységet végzünk, amivel a látogató nem találkozik, de nagyon sok munkát végeztünk itt a múzeumfaluban eddig is, és hát nyilván évvégéig folytatjuk még ezeket a tevékenységeket. Bár jelenleg kiszámíthatatlan, hogy mit hoz a koronavírus és a hozzá kapcsolódó korlátozások 2021-re, a skanzen vezetése optimista a jövőt illetően. 2021-ben úgy készülünk, hogy a Sóstói Múzeum falu április 1-től október 31-ig nyitva tart, és mindazokat a programokat megtartjuk, amelyek a korábbi években is megszokottak voltak, tehát a naptári évhez kapcsolódó szokásokat minden évben fölelevenítjük, mint a húsvét, a majális, a pünkösd, a Szent Iványi, az augusztus 20-i program, a Mártonnak, és új elemként jelentkezett az idén ezt
csak korlátozott mértékben tudtuk megtartani. Október második felében a pásztor hagyományokat bemutató programunk. Reméljük, hogy ezt a következő évben meg tudjuk úgy valósítani, ahogy az idén is terveztük, de azt gondolom, hogy ez egy új program, és egy érdekes színfoltja lesz majd a korábban megszokott kínálat mellett. Még készül egy új állandó kiállítás, amely egy a múzeumnak ajándékként adományozott tárgyakból áll, ez az úgynevezett Pécsi Kovács gyűjteménynek a bemutatása, ez több mint 700 darab tárgyból áll. Ezt az idén december 31-ikkel megvalósítanunk. Nyilván a következő évben fog új kiállításként majd a látogató ezzel találkozni, és ennek lesz egy második üteme is, amit majd a következő évben kell majd megvalósítanunk. És ezen túlmenően időszaki kiállításokat is tervezünk. Ennek a megvalósítása nagyrészt attól függ, hogy tudunk-e pályázat keretében ezeknek megvalósítására pénzt hozzárendelni a kiállításokhoz. Kevesebb ízesített vizet és több 100%-os gyümölcslevet fogyasztottak a magyarok 2020-ban. Ez egyfajta egészségtudatosságot is jelent a szakemberek szerint. Emellett azt is megfigyelték, hogy az újrahasznosított palackokban forgalmazott italokat szívesebben leveszik a boltok polcairól a vásárlók. Összességében mintegy 18,5 millió hektoliterre csökkent az első 9 hónapban elfogyasztott ásványvíz és üdítőital mennyiség. A Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség a magyarországi ásványvíz palackozók több mint 95%-át, az üdítőital és a gyümölcslégyártók mintegy 80%-át képviseli. Az idei változásokról a szervezet titkára beszélt televíziónak. A koronavírus hatására lecsökkent az ásványvíz üdítőital forgalom, ami nem véletlen, mert ezeknek a termékeknek a forgalmazásának egy része a vendéglátásban történik. Mert pedig ugye a vírus megjelenése után nagyon lecsökkent, gyakorlatilag nulla lett a vendéglátásnak a forgalma április hónapban, különösen maradtak a rendezvények, tehát nem tudták értékesíteni ezeket a termékeket. Ennek az évnek az első negyedévében, még amíg nem jelent meg a vírus, akkor az utóbbi évek trendjének megfelelően kb. 10%-kal nőtt a forgalom a 2019 első negyedévéhez képest. A második negyedévben viszont drasztikusan lecsökkent, és a harmadik negyedévben ugyan elkezdett meg már a második negyedév második felében is elkezdett nőni a fogyasztás, már csak azért is, mert nagyon sok vendéglátóhely megnyitott, nagy volt a forgalom a Balatonnál, stb. Szállodák is fogadtak vendégeket, de a harmadik negyedév az már sokkal jobb volt, de még mindig nem ért el minden termék esetében a 2019-es harmadik negyedév. Termékekként másként változott a fogyasztás. Az ásványvízé csökkent a harmadik negyedévben 12%-kal. Ugyancsak csökkent a szénsavas üdítőitaloknak a forgalma is, de az csak minimális mértékben, nem egész 1%-kal. A jeges tejáké megint 10%-kal csökkent. Ugyanakkor nőtt a 100%-os gyümölcsleveknek a forgalma, meg a gyümölcsitaloknak a forgalma szintén 10%-kal. Tehát változó termékekként a fogyasztás, de összes a harmadik negyedében még mindig kevesebb volt, körülbelül 6%-kal az összes fogyasztás, mint 2019 harmadik negyedévében. Valószínűleg az van, hogy az emberek felfogják azt, hogy ez a 100%-os gyümölcslé, ami tulajdonképpen olyan, mint egy gyümölcs, csak kipréselve a leve, hogy az milyen egy jó választás. Ez volumenre, tehát térfogatra, az eladott mennyiségre vonatkozik. Ezek piaci adatok, tehát hogy mennyit adtak el. Minden vállalat, minden tagunk megküldi a fogyasztását, ebből csinálunk egy átlagszámot, és ez a nyilvános. A negyedik negyedévre sajnos megint azt fogjuk mondani, vagy azt fogjuk tapasztalni, hogy 2019-hez képest csökkent a forgalom. Hát most megint bezártak a szállodák, éttermek, vendéglátóhelyek, nincsenek rendezvények. A rendezvények nagyon hiányoznak. Nincsenek rendezvények, ahol ezeket a termékeket forgalmazzák, tehát most megint csökkenni fog a fogyasztás a 2019 negyedik negyedévéhez képest. Úgyhogy
egész évben biztos, hogy visszaesés lesz az előző évhez képest. Megváltozott a termék összetétel is, mert csomagolás szempontjából, mert a járvány alatt a nagy kiszerelésű, másfél literes, két literes termékek fogytak jobban, de hát ez teljesen természetes, mert ezeket lehet a kiskereskedelmemben kapni. Az emberek oda elmentek, onnan vették, onnan rendelték. A kisebb kiszerelések, a 0-33-0-25-ös termékeket, az főképp a vendéglátásban forgalmazák, tehát azoknak a eladott mennyisége csökkent, a másfél litereseké, két litereseké azoké nőtt. Ezt minden vállalat azonnal tudja elfogadni, és tudja az igényeket kielégíteni. Mindig hangsúlyozzuk, hogy az annyira kárhoztatott és annyira szívott petpalack, az nem egy olyan rossz csomagolás, tűnik 100%-ban újrahasznosítható. Csak össze kell gyűjteni, de hogyha visszaviszik az emberek, és lehagyják akár milyen módon a használt, kiürült petpalackokat, de ugyanígy az üveget, például főképp az alumínium dobozokat, akkor az alumínium is 100%-ban újrahasznosítható. Tehát a kiürült csomagolóanyagból a petpalackot konkrétan összegyűjtik, megdarálják, kimossák, csinálnak belőle granulátumot, és abból ugyanúgy lehet új palackot készíteni. Tehát végtelen a körforgás, mert az elhasznált csomagolóanyagból új csomagolóanyagot lehet készíteni. Manapság már egyre több cég használja ezeket a úgynevezett reggranulátumokat, tehát újrahasznosított alapanyagokat, nyersanyagokat a csomagolóanyagjainak a készítéséhez. Az egészségtudatosság viszont pedig abban nyilvánul meg, hogy a cégek évek óta fejlesztik a termékeiket, és egyre több alacsony energiatartalmú, illetve energiamentes terméket hoznak forgalomba és kínálnak a fogyasztóknak. A reklámjaikban és marketingjeikben is felhívják ennek az értékeire a fogyasztók figyelmét, és termékek dalajra is múlik ott, mert egyre több ilyen terméket vesznek meg. Az összesen eladott termékek közül egyre nagyobb ezeknek a termékeknek, mert az alacsony energiatartalmú, meg kalóriamentes termékeknek az aránya az utóbbi évben 21-2%-ról 56%-ra nőtt ez az arány, ami azt mutatja, hogy a vásárlók igenis megveszik ezeket a termékeket, és egészségtudatosan vásárolnak. Különben a termékeink átlag kalóriatartalma is, ezeket az adatokat is gyűjtjük, és 2010-hez képest csak nem a felére csökkent az átlag kalóriatartalom. Tehát a gyártók nagyon nagy gondot fordítanak ilyen termékfejlesztésre. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. A 35 perccel legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezünk. Addig is kollégáim nevében is viszontlátásra!